A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Kedves nézőink, köszöntjük Önöket a Pannon Televízió közügyek című magazin műsorában. Egyre biztosabbnak tűnik, hogy belátható időn belül Kosztolányi emlékpark épül Szabadkán, valamint visszakerül eredeti helyére a Szent Háromság szobor Szabadka központjába. Mai műsorunkban utána járunk, hogy Bajmokon igazán történtek-e visszaélések az utcaaszfaltozások esetében, de műsorunkban vendégül látjuk Horváth Emmát is, az Életjel Csáth Géza művészetbaráti kör vezetőjét is. Tartsanak velünk! Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is! Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek Mint említettem, egyre biztosabbnak tűnik, hogy belátható időn belül Kosztolányi emlékpark épül Szabadkán, valamint a Szent Háromság szobor és a Szent Rókus szobor eredeti helyére visszakerülhet Szabadka központjába. Stúdiónk vendége Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács kulturális tanácsosa, valamint Kerekes Sándor, a Szabadkai Szoborbizottság elnöke. Köszöntöm Önöket! Ha egy turista végig sétál egy városon és megnézi a nevezetességeket, szobrokat, akkor egy átfogó képet kap a helység történelméről, valamint szellemi értékéről. De a polgárok szempontjából is nagyon fontosak ezek a műemlékek, ugyanis tisztelni kell nagyjainkat és azokat a dolgokat, amelyek történelmi múltunkról árulkodnak. A Magyar Nemzeti Tanács hagyatéki bizottsága előállt egy listával a szoborbizottság elé, és amit a szoborbizottság egyhangulag elfogadott, mi szerepel ezen a listán, és hogyan állították össze? Kicsit reagálnék először arra, amit mondott a turistákra, akik ellátogatnak egy városba, és a polgárok, akik az adott városban élnek. Azt gondolom, hogy némi hátránnyal indulnak a kelet-európai országok, vagy közép-kelet-európa országai, mert ott inkább az ideológia lenyomatát találjuk meg, és nem annyira a város történelmét. Vagy ha a városnak volt történelme, akkor azt talán igyekeztek eltüntetni, hogyha nem felelt meg az ideológiának. Éppen ezért nagyon fontosnak gondoltam én is, és ebben partner volt Kerekes Sándor is, aki kezdeményezte a nemzeti tanácsok felé, hogy állítsanak össze a nemzeti tanácsok egy olyan listát, amiben benne vannak azok a szobrok, köztéri jelek, amelyek az adott nemzeti közösség számára fontosak. A felsorolásból kihagyta Bíró Károlyt, de Bíró Károly neve azért nagyon fontos, mert nem csak a városházát, a zsinagógát és a palicsi szecessziós épület együttest köszönhetjük neki az ő elhivatottságának, nyitottságának, hanem a város szellemiségét, azt a kialakult képet Szabadkáról, hogy egy nyitott, befogadó, ugyanakkor merész város, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy az akkori magyar kánon, az akkori magyar kultúrkánon nem támogatta a szecessziót, és Bíró Károly nagyon merészen szembe ment ezzel, és megvalósította ezt a csodát. Ugyanakkor 1918 után többé nem tette be a lábát a városházába, pálinka főzdije volt, és azt működtette, egy nagyon karakán ember volt. Azt gondolom, nagyon sokat elárul egy városról az, ha mind a mai napig, tavaly volt 100 éve, ugye, hogy átadták a városházát, mind a mai napig senkinek nem jutott eszébe, hogy Bíró Károlynak szobrot kellene emelnie. Éppen ezért én nem gondolom azt, hogy akár a Hagyatéki Bizottság, akár a Magyar Nemzeti Tanács, vagy én jó magam, ugye, aki hát elkötelezett harcosa voltam annak, hogy Komor Marcellnak, Jakab Dezsőnek, Rájhol Ferencnek, Vermes Lajosnak szobrot emeljünk, ez meg is történt 2006-ban, nem vagyok egy mániákus, aki mindenféle szobrokat szeretne emelni a városban. De azt gondolom, hogy találkozik a szabadkaiak ízlésével, a szabadkaiak méltóságával, a szabadkaiak büszkeségével az a kezdeményezés, amit akár a Bíró Károly jelent, akár a Szent Háromság, amiről csak egy mondatot mondanék,
hogy nagyon kevés adatunk van erről, nagyon kevesen tudják, hogy 1815-ben emelte a város közönsége, és hogy miért az csodálatos, mert amellett, hogy a közép-európai városképnek szerves része volt, és a világban ugye nagyon sok helyütt ott van, vagy Európában és Közép-Európában, azért emelték a szabadkaiak, mert sikerült legyőzniük a sarat. És hogyha belegondolunk, hogy a korzon ugye a Rogina Bara, de hát erről Kerekes úr sokkal adekvátabb mondatokat tud mondani, mert ő még sokkal jobban emlékszik is arra, hogy a 60-as évek első felében még a helyén volt a Szent Háromság szobor. A kommunista ideológia nagyon sok rosszat vagy bűnt elkövetett. Nekünk az a dolgunk, hogy ami van, megőrizzük, és amit lehet, azt pedig helyre tegyük. A Szoborbizottság egyértelműen támogatta a Nemzeti Tanács javaslatát. Hogyan működik egyáltalán ez a bizottság? A Szoborbizottság a Városi Képviselőtestületnek egyik szakmai tanácsadója, tehát egy 9 tagú gyülekezet, amely kérelemre és felszólításokra, írásbeli benyújtásokra megtárgyalja és határozatot hoz. Na, egy persze visszatérnék, hogy ne veszítsük el a fonákot. Ami Szabadkának városképét illeti, annak van egy mezővárosi sima, egy áttekinthető tere, amely itt-ott szobrokkal is ki van tűzdelve. Itt-ott ilyen és olyan eredetű, ilyen és olyan ideológiával is, egyéb más hozzájárulással. Szerintem Szentháromságnál, hogyha maradunk egy percre, egyike a legértékesebb szobor, amely Szabadka közössége, a szabadkai emberek építettek ki, és ők maguk állították fel mindenféle, nem is szakrális intéz, nem is szakrális szobor ez. Ez egy közhely. Itt tisztelektek minden szabadkai polgár, miután legyőzték. Ugye tudjuk, hogy a vasút körül, illetve vasútállomás körül maga a Reichl palota, és maga a városháza is ugye ingoványos talajon volt. Tehát mindezt feltöltötték, és akkor 1815-ben ezt felépítették. Ennek a szobornak vissza kell kerülni erre helyre, függetlenül attól, hogy már itt a szökőkút, és van új fizionómiája, új térjellege van ennek a mostani városképnek, de éppen ma egy látogatáson a Szentháromság szobornál meggyőződtem újból, és természetesen a bizottság tagjai már ezt a döntést meghozták, és annak bátorkodva így mondom újból, hogy ennek a szobornak ide kell visszajönni. Ide kell visszajönni, és nem, hogy kis autók szaladgáljanak ottan, hanem emberek gyülekezete legyen ott. Ami a bizottságot illeti, dolgozik, tehát felkérésre, és azt hiszem, hogy jó lépést tettünk akkor, amikor a mandátum elfogadása után gondolkodva azon, hogy hogyan jutni ezekhez az adatokhoz, nemzeti tanácsokhoz, a helyi közösségekhez és a Szerbkultúrközponthoz fordultam írásba, és onnan jöttek az ötletek, amely mindegyik ötlet nagyon helyén való volt, átgondolt, nem udvarolok külön a magyar, hogy is jelke, nemzeti tanácsnak, de végtelenül, precízen és egy olyan módon találták elég, amit egyszerűen csak át kellett tanulmányozni, és ezért egyhangulag rászavaztunk. A Szoborbizottság jóváhagyása után mi lesz a következő lépés? Hát vannak itt a városrendészetnek kell, ugye hallom, hogy Kosztolányi szobor körül is mostan egyéb problémák akadtak, munkajellegű problémák akadtak. De a városrendészetnek kell itt a forgalmat, itt átépíteni dolgokat, magát a szobor környékét kiépíteni, a szobor alapzatát kiépíteni, tehát építészetileg azt olyan stabil állapotba hozni, hogy illetve elkészíteni, hogy azon egy-egy szobor meg tudjon állni. Tehát ilyen problémák akadnak fel.
A szobrot, az, konkrétan a Szent Háromság szobrot a 60-as években eltávolították. 64-ben. És milyen állapotban vannak ezek? Tehát ezeket valószínűleg restaurálni kell, és ez kinek a támogatásával valósul majd meg? Hogyha ketté vesszük a történetet, illetve hogyha megpróbálunk mindenről beszélni, ugye a Szent Háromság szobrot restaurálni kell. Én úgy gondolom, a Magyar Nemzeti Tanács, ha kezdeményezte ezt, akkor magára fogja vállalni a restaurálás költségeit is. Történt egyébként egy fél rossz restaurálás, hogy a mi emlékvédők mondják, műmárványból és egyéb módon ezt helyre kell hozni. Én úgy gondolom, hogy magára a restaurálásra rá fog menni a következő év, és az egy nagyon méltó megemlékezés lesz, hogyha a 200. évfordulón 2015-ben a régi helyén tudjuk majd megünnepelni a Szent Háromság szobrot. Ami a Kosztolányi Emlékparkot illeti, befejeződött a közbeszerzés, és el fognak indulni a munkálatok. Reményeink szerint a Kosztolányi Dezső születésnapjára az emlékparkot fel fogjuk avatni. Ami Bíró Károlyt illeti, a Magyar Nemzeti Tanács ugyanolyan nyitott ebben a kérdésben, mint a Kosztolányi kérdésében volt. Ugye az teljes egészében az egész emlékparkot a Magyar Nemzeti Tanács finanszírozza, úgy a szobor, mint a park kialakítását is minden ott elvégzésre kerülő munkafolyamatot, és azt aztán karbantartásra át fogja adni Szabadka városának. Úgy gondolom, hogy a magyar jellegű emlékművek, műemlékek, szobrok vonatkozásában úgy a Magyar Nemzeti Tanácsnak, mint a közigazgatási hivatalnak ki kell vennie a részét anyagi szempontból is. Ez a legtermészetesebb, és úgy gondolom, hogy van ehhez erőnk, bátorságunk is, és tehetségünk is reményeink szerint, hogyha olyan emberek támogatnak bennünket, amin a Szoborbizottság elnöke, akinek nagyon markáns elképzelései vannak arról, hogy hogyan kellene Szabadka tereit újjávarázsolni, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó, talán már rég elfeledett együttműködés alakul ki újra Szabadka városában. Még egy kérdésem lenne önhöz, mint a Nemzeti Tanács Művelődési Tanácsosához, hogy mely intézmények kaptak támogatást a kulturális intézményekkel kötött szerződést? Tehát 14 sikeresen, az Magyar Nemzeti Tanácstól 14 sikeresen pályázott intézmény kap támogatást. Most arra kérdez rá, ugye, ami ma délelőtt a sajtótájékoztatón volt. Én megvallom őszintén, nem tudom felsorolni azt a 14 intézményt. Egy több oka van ennek. Egyrészt ez két héttel ezelőtt zajlott a pályázat elbírálása. Minden intézményünk, amely kiemelt jellegű és részt vett ezen a pályázaton, kapott anyagi támogatást. Szabadkán a Népszínház, a Kosztolányi Színház, a Műemlékvédelmi Intézet, a Városi Múzeum, Zentán, a Turzó Lajos, a színház, nem szeretnék senkit se kiadni, Topolyán a Népkönyvtár, Adán a könyvtár, tehát nagyon sokan pályáztak, nagyon sokan kaptak anyagi eszközöket. Én úgy gondolom, hogy az egyenkénti felsorolás az most ebben a pillanatban nem mondana ennél többet. Én elnézést kérek azoktól, akiket kifelejtettem, de nem készültem, és valóban már ez egy kéthetes történet, ilyen szempontból nem is maradt meg a fejemben már. Csak egy véleményt gondoltunk ezzel kapcsolatban, hogy milyen szempontokat vettek figyelembe. Azokat a szempontokat veszük figyelembe, amelyeket a kiemelt jelentőségű kulturális intézmények az önmaguk számára az éves programba előláttak, fontosnak tartanak, és a közösség szempontjából, a városukat, az ő intézményük szempontjából, hát elkerülhetetlen, mondok egy példát, de mint kultúrában dolgozó ember, ezt teljesen érteni fogod, noha nyilván a 21. században ez furcsán is hatott, a Topolyai Népkönyvtár ki szeretné cserélni a padlózatot. Ezt támogattuk. Egy apróságnak tűnhet, de a kulturális intézményeink nincsenek olyan jó kondícióban és formában, mint ahogy azt megérdemelnék, és nem biztos, hogy ez a Magyar Nemzeti Tanács feladata, sőt biztos, hogy nem a Magyar Nemzeti Tanács feladata, hogy ilyen jellegű munkákban is részt vegyen, de azt gondolom, hogy oda kell állnunk, és helyzetbe kell hozni az intézményeinket és az alkotóinkat. Ez a feladatunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy stúdiónk vendégei voltak. Köszönjük szépen.
magáncélra használták fel az utcák aszfaltozására szánt pénzt Bajmokon. Ezt állítja a helyi közösség vezetőse. Vendégem, stúdiónk vendége Simon Zsolt, a bajmoki helyi közösség tanácselnöke, valamint Herceg Tibor bajmoki lakos. Köszöntöm Önöket! Jó estét! A legtöbb néző nem tudja, hogy hogyan működik az utcák aszfaltozása, ez tervszerűen történik, tulajdonképpen a helyi közösségek javasolják a Szabadkai Építési Igazgatóságnak, hogy mely utcákat szeretnék leaszfaltozni, ez megtörtént, gondolom megtörtént az Önök esetében is. Igen, még egyszer szeretném üdvözölni a tisztelt televízió nézőket, egy apró javítást csak szeretném, hogy nem tanácselnök vagyok, hanem közgyűlés elnök. Igen, az éves tervben benne van az utcáknak az aszfaltozása. Mi tartottuk magunkat azokhoz a tervdokumentációkhoz, amelyeket a Városépítési Igazgatóság az előző periódusban elkészített. Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a Bája Pivljanina utca és a Tri Isztárszke Zsötve utca, vagyis a Három Isztriai Harcos utca. Több ízben is volt megbeszélésünk a Városépítési Igazgatósággal, és a közbeszerzés lefolytatása után ígéretet kaptunk, hogy ezek az utcák le lesznek aszfaltozva. Szeptember 27-én a munkálatok elkezdődtek, mint tudjuk, a Vojput lett a közbeszerzésen a nyertes. Elkezdte a kivitelezést szeptember 27-én, mint a lokális televízió is közvetítették, a polgármester úr jelenlétében és a Városépítési Igazgatóság képviseletében elkezdték aszfaltozni a Bája Pivljanina utcát. Mint a kijelentésekből lehetett tudni, 900 méter Bája Pivljanina és 400 méter Tri Isztárszke Zsötve utca. Az értéke az utcáknak 3.900.000 dinár. A gondok akkor kezdődtek, amikor szeptember 27-én 450 méter után a munkákat félbehagyták, a munkagépeket átirányították a másik utcába, a Tri Isztárszke Zsötve utcába, ott kezdtek el aszfaltozni. Erre még mindre azt lehet mondani, hogy tervszerű, mivel szó volt erről az utcáról is, és arról az utcáról is. A gondok akkor kezdődtek, amikor szeptember 28-án, szombati napon a Vojput elkezdett közterületek, magánkapubejárók, udvarok kiaszfaltozásához, ami Bajmok, szóval a lakosság körében tömeg és elégedetlenséget váltott ki. A helyi közösség erre reagálva hétfői napon, tehát szeptember 30-án azonnal a Városépítési Igazgatóságba egy megbeszélést kért, ahol az illetékesek azt mondták, hogy nem tudnak róla. Szóval, és kiküldték a munkatársaikat, ahol konstatálva lett, hogy valójában közterület le lett aszfaltozva. Ami felbecsülésünk alapján körülbelül egy olyan 50-60 négyzetméternyi aszfalt lett elhasználva közterületre. Hozzá kell tennem, erre a közterületre a helyi közösség tervében, az éves tervében nem szerepelt, nem volt rá tervdokumentáció, szóval abszolút senki nem kérte ennek a területnek az aszfaltozását. Ez mellett még hozzá kell tennem, hogy számos kapubejárat lett leaszfaltozva, és udvarok is. Mi lett ezzel a másik két utcával? Sikerült-e az egészet leaszfaltozniuk? Tehát a 450 méter után? 450 méter Bája Pivljanina és a 400 méter Tri Isztárszke Zsötve utca után ígéretet kaptunk, hogy a munkálatok folytatódni fognak. Ami azt illeti, ez így is lett. A rákövetkező napokban a Bája Pivljanina utca teljes hosszúságában le lett aszfaltozva. Úgyhogy ami az ígéreteket illeti, az be lett tartva, és ez évre be is fejeztük az aszfaltozást. A továbbra is a gondokat ez okozza, ezek az illegálisan úgymond elhasznált aszfaltmennyiség, ami igencsak szemet szúrt minden lakos szemében, mivel
Bajmok területén az utcák nagyon rossz állapotban vannak, nagyon sok helyre jól jött volna ez az aszfalt mennyiség. Ez mellett ígéretet kaptunk, hogy az őszi utcáknak a rendbetétele, kátyúzása folytatódni fog, de hozzátéve ez az aszfalt mennyiség is nagyon jól jött volna, a 2-3 utcát simán megbírtunk volna csinálni ebből. Közben még olyan információkat kaptunk, hogy a Subotica Transz kérésére lett ez a közterület leaszfaltozva, mivel itt buszok parkolnak, hogy ne parkoljanak sárba. Ki kell javítanom ezt a kijelentést a Subotica Transznak, mivel azon a részén le lett kövezve, úgyhogy abszolút nem parkoltak sárba. Én itt megszakítanám, ugyanis nekünk van egy szinkronunk, ugyanis megszólaltattuk azt a személyt is, aki azt a magánszemélyt, akinek a háza előtti parkolót kibetonozására használták fel ezt a... Kérem szépen a bejátszást. Drago mi je da sam lično prozvan zato što ljudi daju izjave, a ne pitaju prevoznost. Trebali su da dođu da pitaju Boško Vitkoviću zbog čega je ovo, šta, kako. Ja bih dao direktan odgovor, a ne ovako čula kazala. Ovaj parking za autobuse Subotica Transa nema nikakve veze sa gradom, sa direkcijom, sa parama iz budžeta, sa parama građana, nego ima striktno jednu, kako da vam objasnim to, direktnu povezanost između dve firme, Subotica Transa i Voj puta, da je u planu da se u narednih godina dana napravi 20 parkinga za autobuse. Subotica Trans je zaslužila 10 novih autobusa, ne samo 20 parkinga. Pošto je Subotica Trans jedna dobra firma, ja se zalažem za Subotica Trans prvenstveno zato što od toga živim. A na tom parkingu je nekada bilo blato, nismo mogli da parkiramo, da menjamo gume. Igrom slučaja ja živim tamo, pa sam normalno da će povezati lično mene, ali odvešću vas za par dana kad se bude radio parking na Žedniku, u starom Žedniku, sad smo radili parking tamo da dvojka okreće, možete dojeti u Srpskom šoru. Tako da mogu da samo zahvalim predstavnicima i s celom rukovodstvu ovoj puta što su nam izasli u susret da sad naši autobuse parkirani u blatu. A što se tiče legalizacije, ja o tome ne bih da pričam, tu ima neke službe koje tome rade, pa ko nije legalizovan, neka legalizuju. 100.000 kuća nije u Bajmu u Srbiji legalizovan, šta ćemo, sve da rušimo. Nama je cilj da gradimo, ne da razgrađujemo. Ja pričam kao vozač, profesionalni vozač Subotica Transa, gdje mi je interes prvenstveno firma i moja familija i moji građani, znači da uradimo, da to bude svima dobro, a ne samo nekim političarima da bi uzimali neke pojene. Ja sam za građane i za firmu. Reakciója erre a bejátszásra. Mivel az úr a bejátszásban említette, hogy nem egyes politikusokról lenne szó, és politikai poénokról, erre azt tudom mondani, hogy az úr is egy bizonyos politikai pártnak, a helyi szervezetének az elnöke. A politikai poénokról inkább ne beszéljünk. A tények azok, hogy közterületről van szó, engedély nélkül van kiépítve. A közbeszerzés, ahogy a polgármester úr is a kijelentésében elmondta, 13 utca és 3 kereszteződésről lett előlátva. Mi ehhez tartottuk magunkat, abszolút a helyi közösség vezetősége nem szeretne ilyen illegálisan kiépített parkolókban részt venni, és a közeljövőben is harcolni fogunk ezzel ellen, és az illetékes szervektől kérni fogjuk, hogy továbbra is vizsgálják ki ezen parkoló kiépítését, és még szeretném hozzátenni, hogy szeptember 28-án épült ki ez a parkoló, amire a Városépítési Igazgatóság írásban adott nemleges választ, hogy ők nem adtak rá felhatalmazást. Szeptember 30-ai dátummal a Subotica Transztól kaptunk egy levelet, ahol ők azt állítják, hogy ők szeptember 30-án a Városépítési Igazgatósághoz fordultak, hogy építsenek ki a buszvezetőknek ilyen és hasonló jellegű parkolót. Ha ez a parkoló kiépült 28-án, a Subotica Transz 30-án kéri, hogy a Városépítési Igazgatóság etérén kezdeményezzen valamit, az én személyes véleményem szerint itt az egész mesében valami nem stimmel.
Én egyezek azzal, hogy a buszvezetőknek kell parkoló, de az egy egész más történet. Mit szólnak a polgárok ez? Hát ehhez polgárok... tulajdonképpen magája az egyik legkártyosabb igen, rettenetes utca. Az utca, úgyhogy a polgárok fel vannak háborodva. Az egész bajnok fel van háborodva, mert ez az eset után azt hiszem, az összes szabadkai tévéállomás megjelent a helyszínen, mindent felvettek, tehát azt hiszem, hogy mindenkit tisztán lát. Lássuk, hogy mi az igazság, mik a mellébeszélések. Ez az a rész, ez a parking rész, amit ott lebetonoztak. Hát ez a mi legkátyúsabb, az utcánknak a legkátyúsabb részét nagyon szépen lefötte volna, ami azt illeti. Mert az tényleg rémület. Én a csütörtöki riportban, amit Vajna is, hogy is hívják, Juhász Gábor csinált, ott lehetett látni, hogy az rémület, és az egy 2 méteres víz, ahol én csak kerékpárral tudok kijönni, vagy elmegyek 3 házzal alébb. Fordult-e ön az illetékesekhez? Ez már évek óta tart. Évek óta tart ez a dolog. Nagyon sokszor voltam a helyi közösségben, akik jöttek, és mindig avval veregették a vállamat, hogy majd most árkot fogunk ásni. Azt mondtam, hogy ne ássunk árkot, mert ide semmi szükség nincs. A 31-es, a 33-as, ami az enyém, és a 35-ös ház előtt egyszerűen csak meg kéne emelni a betont. De ezt mindig azt követeltem, hogy küldjenek már kétszer végre egy szakembert, aki ránéz arra az útra, és meg tudja állapítani, hogy ez micsoda. Hogy mit kell itt csinálni. És akkor persze, hogy nem küldtek ki, aztán kiküldtek egyszer egy embert, és azok fogták, és még lefaragtak az útból 50, a földrészből, az útból levaragtak még legalább 50 centit, úgyhogy avval csak azt érték el, hogy még kiszélesítették a vizet. Tehát rémület, és az előtte levő házak előtt is hatalmasak a lukak, úgyhogy olyan akkora lukak vannak, amik személyi kipocsival nem lehet kikerülni. Én nagyon remélem, hogy hamarosan ezek a gondok megoldódnak, és hát, nem remélem. Lesz gond. Köszönöm szépen, hogy stúdiónk vendégei voltak. Mi is köszönjük a lehetőséget. A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Kimi már tudja, hogy mindenkinek joga van a saját anyanyelvén, annak helyesírása szerint használni a család és utónevét. A harmadik csemetét Űrményi Enikőnek anyakönyvezik. Irmennyi Gergeből és Irmennyi Gyengyikából hamarosan Űrményi Gergő és Űrményi Gyöngyi lesz. Mivel nevüket születésükkor szerb nyelven anyakönyvezték, Timi kérelmezi a névváltoztatást, azaz gyermekei nevének magyar nyelvű bejegyzését. Így Gergőként és Gyöngyiként szerepelnek majd az iskolai bizonyítványban, évek múlva pedig az igazolványban, az útlevélben és a jogosítványban. A hivatalos személyes dokumentumokat az anyakönyv alapján állítják ki. A magyar nyelv hivatalos. Használd! Ha nyelvi jogsértés éri, haladéktalanul értesítse a Magyar Nemzeti Tanács közigazgatási hivatalát. Szabadka, Ágó Mamusit utca 11, második emelet, telefon 024 524 534, e-mail office@mnt.org.rs, honlap www.mnt.org.rs. Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából. Alekszandr Vučić, a haladók elnöke, a párt 5 éves fennállásának ünnepségén elmondta, hogy mindent megtesznek azért, hogy Szerbia gazdasága javuljon, és hogy olyan üzleti környezetet alakítsanak ki, amely a beruházók számára kedvező munkahelyet teremt. Ekonomia. Gazdaság és gazdaság. Alekszandr Vučić szerint a gazdaság fejlesztése a haladók fő feladata a következő években. Hozzátette, a munkára kell büszkének lenni. A szerb haladó párt elnöke szerint a párt 5 éve azért jött létre, hogy Szerbia túléljen. Beszédében a haladók elmúlt években elért eredményeit értékelte, és kitűzte az elérendő célokat is. Ez olyan munka, amelyben Vučić szerint másodlagos a párt népszerűsége. I kad nam bude padala popularnost, a danas je teško pronaći stranku u Evropi koja ima takvu popularnost,
Nemojte da brinete, važno je da raste rejting Srbije i da idemo u oporavak Srbije. Srbija je važnija i preča od naše stranke. A gazdaság mellett a másik két legfőbb cél a jogállamiság kiépítése és Szerbia 2020-as uniós tagsága, tette hozzá Vučić. Mi ne krijemo da je naš cilj, ja ću to večeras prvi put otvoreno reći pred vama. Naš cilj je da Srbija 2020. godine postane punopravni član Európskej únie i mi ćemo taj zadatak da ostvarimo. Másokkal ellentétben, tette hozzá. A haladók vezére néhány keresetlen szóban politikai ellenfeleit is ostorozta, amiért nem javítottak a szerb gazdaság helyzetén. Krivim one koji su sakrivali istinu od građana, koji su davali laka obećanja, čija je politika omogućila da se iznesu desetine milijardi evra iz zemlje i stvaraju neverovatna bogatstva. A Belgrádnak sokáig fejfájást okozó regionális kapcsolatokat is megemlítette Vučić. A pártja szerinte itt is nagy eredményeket tud felmutatni. Mi nemamo probleme sa našim komšijama. I one koje imamo, čini mi se da pošteno stavimo na sto, da otvoreno, odgovorno, najkonkretnije i najiskrenije o tim problemima razgovaramo. Hiteles partnernek számítunk az egész világban. Kézzelfogható eredményeket értünk el. Emelte ki Tomislav Nikolić, a szerb haladó párt alapítója, Szerbia államfője. Preuzeli smo zadatak da rešimo problem na Kosovu i Metohiji i srpskoj zajednici obezbedimo bolji život. Od rešavanja tog problema bežalo se decenijama. On je postajao sve veći, a pravično rešenje za Srbiju više niko nije ni pominjao. Bespoštedno se vodi borba protiv kriminala i korupcije. Predsjednik stranke je prihvatio da bude nosilac i sinonim te borbe. Da je odbio, a to nisam očekivao, ne bih imao kome da poverim taj zadatak i da budem siguran da će da ga obavi. Nem szállhat fejünkbe a dicsőség, nem lazíthatunk. A siker holnapra még nagyobb kell, hogy legyen, üzente Nikolić. Ponosan sam na mlade, pun entuzijazma, na one malo starije, koji vredno rade, na Aleksandra Vučića, koji vodi stranku napred, uprkos šibanju. Uprkos šibanju vetrova sa svih strana, vetrova koje pokreću oni koji su opljačkali Srbiju i imaju novac da finansiraju oluju koja ulazi u sve pore, ulaze čak i ovde među neke od vas. Az ünnepségre több külföldi politikus is ellátogatott. A dicsérő szavakból egyrészt leszűrhető, hogy Európa megbízható partnert lát a haladókban. Sa hrabrošću ste započeli promene u svojoj zemlji na način kojim se stiče nada u budućnost. In just 5 years, you have become the source of hope to convert Serbia into a successful European Union candidate. A diplomáciai mosolycsere mellett óvatos figyelmeztetéseket is kapott Aleksandar Vučić pártja, ami a lassan formálódó uniós tagságot illeti. Vigyázzanak azonban arra, hogy az Európai Unió nem panacea, nem általános csodaszer. Ali pripazite na to da Evropska unija nije u stvari jedno sredstvo koje stvara čuda. Az unió nem fogja Szerbia problémáit megoldani. Da, unija neće rešiti probleme Srbije. Az unió legfeljebb segíteni tud, de a nehézségeket önöknek kell megoldani. It is in the interest of Europe having Serbia as a stable and prosperous country, open market, free for corruption, with independent and accountable judiciary. This is our interest. A szerb haladó pártot 2008-ban alapította Tomislav Nikolić és társai, miután kiváltak a szélsőjobboldali szerb radikális pártból. A radikálisok vezére, Vojislav Šešelj, azóta is árulóknak tartja őket. Hágai fogságából rendszeresen próbálja kikezdeni a vezető haladópárti politikusok hitelét azzal, hogy utalgat a szélsőjobboldali múltjukra. A párt népszerűsége azonban töretlen Szerbiában.
Európa számára is szalonképes jobboldali politikát igyekeznek folytatni, amelyet Brüsszel rendszeresen nagyra értékel. A radikális múlt ellenére olyan problémákat próbálnak legalább részben kezelni, mint Koszovó kérdése vagy az 1944-45-ös délvidéki vérengzések kérdése. Ezt korábban tőlük várták talán a legkevésbé. Az elmúlt időben több községben is átvették a hatalmat, hamarosan Belgrád is az ő uralmuk alá kerülhet. 5 év alatt sikerült Szerbia vezető politikai erejévé válniuk, és lehetségesnek tűnik, hogy egy országos választás esetén egyedül tudnának majd kormányt alakítani. Mint ahogy az elmúlt évben is, ünnepeljünk együtt. Emlékezzünk közösen az 1956-os magyar forradalomra és a szabadságharc hőseire. A Pannon Rádió és Televízió élőben közvetíti a Vajdasági Magyar Szövetség központi megemlékezését a Szabadkai Népszínház Jadrán színpadáról. Beszédet mond Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Szikrák címmel ünnepi műsor, amelyet szemtanúk visszaemlékezései alapján Olá Tamás írt és rendezett. Október 23-án, szerdán, 18 órától a Pannon TV-ben és a Pannon Rádióban. 1956. október 23-án este 11-kor indultunk a rádió elfoglalására. Odáig csak tüntettünk, énekeltünk, néhány éjjent és vesszent kiáltottunk. Eszünkbe sem jutott, hogy elfoglaljunk valamit. Csak amikor az ávósok orvóra lőttek arra a küldöttségre, mely az ifjúság kiáltványát akarta felolvasni, indultunk el a Sándor utcán a rádió felé. A Szabadkai Csád Géza művészetbaráti köre évről évre, mint egy 5 évtizede irodalmi esteket szervez, megemlékezik jeles ünnepeinkről, de mindenben hangsúlyos szerepet kapnak a versek. Stúdiónk vendége Horváth Emma, a művészeti kör vezetője. Köszöntöm stúdiónkban. Miért van az, hogy a versek mindig egy kicsit háttérbe szorultak, és nem igazán voltak olyan népszerűek, mint a többi irodalmi művek? Én most egy kicsit majd olyan vallomást szeretnék tenni, amely összefüggésben van az én foglalkozásommal, mert én idegen nyelvszakos, angol-francia szakos tanár vagyok, és tudom gyakorlatból, hogy a vers az egy rendkívül összetett nyelvi termék, ha szabad így mondanom. Nem olyan könnyen érthető, mint amilyen például a próza. Nagyon sokféle szót használ, amelyet mondjuk a köznyelv akár nem is ismer. És ez megnehezíti, és általában húzom alá, olyan nehezen érthető, illetve, hogy is mondjam, áttételes a megfogalmazás, hogy nem egy az egyben értem azt, hanem mondjuk ez példának mondom csak, hogy a piros az lehet a vérnek a szimbóluma, lehet az örömé, ne soroljam. És ez így szerepel például a versben. Aki nem figyel oda, vagy nincs meg az a gyakorlottsága versek hallgatásából, vagy olvasásából, akkor úgy elvész. Úgyhogy én középiskolás korom óta érzem ezt, hogy olyan mostoha gyerek a költészet. És valahogy én nagyon sajnálom mindazokat az embereket is, és állatokat is, és növényeket is, és
irodalmi alkotásokat is, amelyek úgy el vannak hanyagolva. És ezzel mindig segíteni akartam. Egy érdekes kijelentését olvastam a minap, hogy ha eléggé figyelemfelkeltő plakátokat készít, akkor sokkal többen jelennek meg egy ilyen irodalmi esten. Talán a modernkor technológiai vívmányait fel kellene használni arra, hogy egy kicsit közelebb hozzák az emberekhez a költészetet? Nem tudom, nem vagyok ebben biztos. Ami pedig a plakátokat illeti, az valóságos szenvedélyemmé vált, hogy találjak olyan reprodukciókat, vagy fényképeket, amelyek valami úton, módon harmonizálnak az estel. Stílusban is, még színben is megkockáztatom. És mondjuk én mindig egy kicsit úgy gondolom én, hogy empátiával rendelkezem a diákjaim irányában is, és a nézőink irányában is. És ha én most úgy beleképzelem magamat egy nézőnek a bőrébe, akkor én biztos vagyok benne, hogy egy bizonyos fajta plakát az én bennem egy olyan kíváncsiságot ébresztene föl. Tehát ha csak úgy simán kiírnánk most például, ahogy lesz a legközelebbi estünk Vörös Sándornak szentelve, hogy nyelv és varázs, csak úgy leírva, hát biztos, hogy nem olyan hatást keltene, mint ahogy egy ilyen nagyon színes, de nekünk általában kétszínűek a plakátaink, tehát nem színesek olyan értelemben. Mozaik kép van az egész mögött, tehát olyan mozgalmas, olyan különleges, olyan varázslatos. Biztos, hogy így viszonyulnék hozzá. Nagyon örülök, hogy megemlítette a diákjait, hiszen róluk feltétlenül említést kell tennünk. Én szeretném, hogyha egy kicsit arról beszélne, legutóbbi sikereikről, illetve arról, hogy mire készülnek most a közeljövőben. Drága, én nekem a tavalyi évadból olyan sikerek jutnak az eszembe, ilyen zarándok helyekre való ellátogatás. Például minden év szeptemberében ott vagyunk a kiskőrösi Petőfi ház melletti múzeumban tartandó, vagy tartott és tartandó Petőfi versenyen. Például ez kötelező. Mindenki, aki a Csátkörnek a tagja, az ezen a, hogy úgy mondjam, szűrőn átmegy. Akár nyer, akár nem nyer, nem fontos. Két Petőfi verset kell tudni, és egy szabadon választottak. És mindig nagyon jó sikereket érnek hát, el. Most nem így begyűjtöttek mindig, második helyet. De kiheverjük ezeket a sebeket, hogy úgy mondjam, úgy mint a kutyus, kinyaljuk, és az begyógyul, ugye? És a másik például az ilyen zarándokhely az Ajka, amelynek a közelében van Nagy Lászlónak a szülőháza és szülő faluja, Iszkáz. És na hát Ajkán van egy ilyen Nagy László szavaló verseny. Hát ott már úgy fogadnak bennünket, én nem is tudom, biztos 10 évnél több éve, vagyis folyamatosan minden évben megyünk. 3-an, 4-en, 2-en, 3-an. Nagyon ritkán van, hogy csak egy megy. Ez is olyan kötelező szűrő. Igen. Mi a titka a sikerének, hogy akárhol megjelennek az életjelesek, tehát a szavalói, igen. Nem mindig, de általában. Legalább egy helyezést nyerünk, de ha nem nyerünk, az se baj. Szóval mi a titka? Én nekem ezt nem is én mondom, de logikus. Nekünk minden héten van próbánk, 2-szer, mégpedig 2,5 óra. 7-től este 19 órától fél 10-ig. És nem kötelező minden próbára járni, persze előadás előtt igen. És ez az egyik szerintem, ez az állandó munka. A másik az a kivételes szerencse, hogy Dévavári Zoltán és az a csoport megalapította a
az életjel irodalmi élőújságot is annak a szabályzatába az áll, hogy minden hónapban egy előadás kell, hogy legyen. Tehát a gyerekeknek van lehetősége arra, hogy megmutatkozzanak, és állandó munkában, és állandó bevetésben legyenek, hogy úgy mondjam. És én azt hiszem, hogy talán az is, hogy megpróbálom a próbák során figyelni őket, hogy tulajdonképpen miféle egyéniségek, vagy melyek azok a gondolatok, amelyek őket foglalkoztatják. Tehát mindenkihez megvan a hozzáillő vers. Hát úgy, de na most az elején minden bizonnyal, de azután már mindent el kell tudni mondani. Egyiket jobban, másikat kevesebben, vagyis kevésbé jól, de én mindig mondtam, hogy 3+-nál alább ne menjünk. Még akkor sem, hogyha nem a szívünk csücskéből szakad ki az a vers. Igen? Beszélgetésünk végére lenne egy kérésem magához, és egy kérdésem. Kedvenc verséből hallhatnánk egy részletet, ha már így a versről beszélünk? Én azt gondolom, hogy amikor engem azzal a bizonyos Pro Urbe díjjal jutalmaztak meg, én nagyon örültem ennek a díjnak külön, mert valahogy... Hát én is azok közé, a lokál patrióták közé tartozom. Akkor megkértek, hogy mondjak valamit a jutalmazottaknak a nevében. És akkor én mondtam, hogy én nagyon nem szeretek kötetlenül beszélni, de el fogok mondani egy verset. Lehet, hogy ez, amit elmondok, nem egészen aktuális, de vannak benne nagyon aktuális sorok, nem hosszú, tehát talán el tudom mondani úgy, ahogy kell. Ady Endre, a szamaras ember. Beszélj. Ha nem is igaz, hogy ment virágosan Szamárháton és sírva. A Biblia írja, hogy nagypéntekre nem is gondolt, csak ment, ment, és a szíve szomj volt. Ilyen szomjas szívekkel járják azóta is, és pálmák nélkül az élet kálváriáját, s mi tőle kapni annyi, de annyi vitéze a jónak. De szép. Pálmák napja holnap. S a vén legenda megderül. Tán kerül ezután is szamaras ember. Másokért küzdő szerelemmel. Hisz úgy kell. Kell a szamárság. Jézus, tavasz és Jeruzsálem. De régi-régi történet ez. Ámen. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon remélem, hogy a legközelebbi irodalmi estüket szintén teltházas közönség fogja fogadni, hiszen a mai felgyorsult világban azért jó egy irodalmi este elmenni, egy kicsit megnyugodni. Igen, és nem becsapni a közönséget. Így van. Hanem minőséget produkálni, ha lehet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Tisztelt vendégeink, holnap este a közügyekben Márta várja önöket, de nem a megszokott időben, hanem 20 óra 30 perckor, ugyanis 18 órakor a Pannon Televízió élő közvetítését láthatják a VMS 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából megrendezett központi ünnepségéről. Tartsanak velünk holnap is, és köszönöm szépen, hogy ma is velünk voltak. Viszontlátásra!